Az Országos Széchenyi Könyvtár is egy gyűjtőhely, egyszerűen szólva, ahol a nemzet kincseit, az irodalom kincseit gyűjtik össze. Ez segít a nemzetnek túlélni, ez segít a nemzetnek megmaradni az identitásában, ami nagyon hasonló a pálosok küldetéséhez. A Magyar Pálos Rend az egyetlen ma is működő magyar alapítású szerzetes rend, az Országos Széchenyi Könyvtár pedig Magyarország Nemzeti Könyvtára. Mind a kettő több évszázados szervezet, a magyar történelem évszázadainak fontos tanúja, a Nemzeti Könyvtár pedig a magyar írott kulturális örökség őrzője, gyűjtője és tovább gyarapítója. Mi is már évszázadok óta azon dolgozunk, azért imádkozunk, hogy ez a nemzet egységben maradjon, identitásában meg tudjon maradni, hűségesen ahhoz, amit kaptunk Szent Istvántól, amit kaptunk a kereszténységben. Szeretjük látni, hogyha gyümölcse van azoknak a támogatásoknak, amiket mi egyházainknak adunk. És azért adjuk ezeket a támogatásokat, mert meg vagyunk győződve arról, hogy jó helyre kerülnek, mert olyan értékeket sikerül ezáltal megőriznünk, megerősítenünk, amelyek egy kormányzat számára is fontosak, mert egy kormányzatnak egy egész társadalmat kell együtt tartania, együtt mozgatnia, és hitünk szerint erre az együtt mozgatásra a legalkalmasabb az a szabályrendszer, ami a Szentírásban rögzítve van, és ezeknek részletes megélése jelenik meg például egy-egy ilyen kötet által bemutatottan a pálosok életében. A renddel való együttműködésünk legutóbbi gyümölcse a Pálos olvasókönyv, amelynek szerkesztője Sudár Anna Mária, könyvtárunk kiváló munkatársa, aki tavaly óta a Magyar Pálos Rend barátja címet is viseli. Nagyon fontos az az ismeretterjesztő feladat, amit ez a kötet reményeim szerint be tud tölteni, hogy a részletek, tehát hogy nem a nagy szövegeket, hanem kis idézeteket vagy szemelvényeket olvashat a néző, aki megveszi, vagy valahol találkozik ezzel a könyvvel, talán könnyebben tudja emészteni ezeket a részleteket. Engem az vezérelt, hogy találjak meg minden szerzőt, illetve minden olyan szöveget, ágat, bogat, amihez pálosoknak köze van, de természetesen ez képtelenség. Már csak azért sem tudtam ezt megtenni, mert nincsenek előzetes segítségek, tehát nincsenek bibliográfiák, amelyek alapján lehetne dolgozni. Ami van, vagy ami segítségként van, azok az örvendetes módon gyarapodó adatbázisok, keresők, ahol ugye rá lehet keresni bizonyos szavakra, illetve nagyon sokat kellett olvasni. És akkor ugye, amikor egy regényből mit választok ki részként, az nagyon nehéz. Ugyanakkor pedig mégiscsak érdekes, mert ahogyan egymás mellé kerülnek részletek, fontos, hogy abból is egy ív kialakuljon. Ez például az emlékiratos fejezetben nagyon fontos volt, hogy összeálljon a 20. század története a szövegek, a szemelvények alapján. Bízunk benne, hogy a következő évtizedekben, évszázadokban ez az együttműködés ugyanúgy folyhat tovább, mint ahogyan az elmúlt 10 évben. Legnagyobb kincs a szabadság, vérrel szerzik azt a nemzetek. Én is benned szép szabadság, védhetetlen kincset tisztelek. A királyi bíborokkal fel nem váltanám, a világot minden jókkal néki áldozám. A királyi bíborokkal fel nem váltanám, világot minden jókkal néki áldozám. Legnagyobb kincs a szabadság, vérrel szerzik azt a nemzetek. Én is benned szép szabadság, véhetetlen kincset tisztelek. Add szerelmes Laurám a te szívedet, én legottan elcserélem e nagy kincsemet. Add szerelmes Laurám a te szívedet, ím legottan elcserélem e nagy kincsemet. Legnagyobb kincs a szabadság,
vérrel szerzik azt a nemzetek. Én is benned szép szabadság, mérhetetlen kincset tisztelek. A királyi bíborokkal fel nem váltanám, a világot minden jókkal néki áldozám. A szerelmes Laurám, a te szívedet, ím legottan elcserélem e nagy kincsemet. Legnagyobb kincs a szabadság!